nem vettek részt, mert egy első futamon nem tudtam ki, a másodikban kizártak. Azért a harmadik futamon már kíváncsiságban csak az idő miatt elindulok, de ez mai naphoz null pontos. A rajtnál én elmentem nagyon jól, én nem tudtam róla, Mozart Pétert kizárták, mert átlépte a 30 métert. Ezután a harmadik körbe teljesen szánt szándékkal kilökött a pályáról, hát én visszajöttem, utána eredtem, és akkor láttam már másodszor a fekete zászlót, és mellette a 125-ös rajtszámot, tehát tudtam, hogy ő már egy kizárt versenyző, aki tovább köröz. Igazán Mozart Péter abban a pillanatban, amikor azt mondta, hogy bocsánat, bocsánat, én már nem haragszom. Dégi Zoltánnak nem a fekete zászlóval, hanem a terepgumival gyűlt meg a baja. De én csak szikgumikkal mentem. És hát valószínűleg akkor átfogott, hogy lecsavarta magáról a kerékanyag. Meg tudjátok csinálni? Hát valószínűleg nem, mert eszerkezési munkák is különének, és ilyen, de nem készültünk, hogy hoztunk volna tartalékba esetleg ilyen kerékanyagot. A H-csoport egyik selejtezőjében a Peugeot-val Varga István szórja a sarat Fejes Tamás Renault-ja előtt, aki a Fordból lépett vissza a Renault-hoz. Hát nem visszalépés, az egy más autó, más kategória, ugyanolyan jó ellenfelek vannak, szuper jó a verseny, szeretek versenyezni, hát kisebb egy kicsit a tempó, annyi az egész, de tulajdonképpen ugyanaz a verseny. Mindenki azt várta a magyar mezőnyben, hogy egy hét alatt lábra állítjátok a Fordot. Igen, a szerviznek egy kis problémája támadt, mert közeledik egy rally verseny, a Kotán Peti is az egyik autójukkal megy, és közös megegyezéssel azt számoltuk ki, pontosabban hát arra elhatározást jutottak, hogy nekem most akkor nem annyira fontos elindulni, nekem van egy tartalék autó, ezzel el tudok versenyezni. Hát az éves összesítésben sajnos ez rosszul jött ki, de végső soron most a magasabb érdekek számítanak. Két BMW és egy Renault 5-ös közül az utóbbit Horváth Roland vezeti, Eisen Zoltán ugrik ki a legjobban a rajtnál, a Volkswagennál. Decemberben leszek 60. Mi adja a motivációt, hogy hát azért nem éppen fiatal emberként beüljél egy versenyautóba, és olyan versenyzőkkel együtt induljál, akik gyakorlatilag a fiaid lehetnének? Sokkal keményebben mennek, és úgy érzem, lehet, hogy tanulok tőlük, biztos, hogy tudok tőlük tanulni, és ez egy izgalmat, egy feldobja az embert. Az embernek mindig kell, hogy legyen valami hajtóerő, és próbálom. Ha valaki azt mondja, hogy Volkswagen, akkor teljesen egyértelmű, hogy az Eisen név kapcsolódik hozzá. Te egy igazi autóépítész vagy? Hát építettem egy pár cross autót is, rally cross autót is, eddig még mennek az autóim. Egy kis kupak tanács az eddig történtekről. Bendicsek József, Ranga László, Büki Ernő, mert itt-ott azért vannak surlódások, néha még régi barátok között is. Hát sok mindenre számítottál, csak arra nem, hogy Gál István fog föltartani. Hát végre megy az autó, ennek én nagyon örülök, csak annak nem, annak a 6 másodpercnek nem örülök, amit utána bekaptam. Hát lehet, hogy egy kicsit föltartottam az Attilát, én úgy gondoltam, az a rutinja és az a igen gyors Attila, amivel tavasz óta szépen helyt állít a bajnokságba, hát gondoltam, hogy talán el fog tudni menni mellettem. Lehet, hogy egy kicsit föltartottam, ezért elnézést kérek, de egy biztos, hogy végre az autó elindult. Úgy szerettem volna menni, hogy ne pörzüljön meg az autó, ezért lehet, hogy egy kicsit lassabban tűnt a kanyarokba. A következőben megpróbálok kicsit menni a kanyarokba, hogy gyorsan menni, akkor lesz több lehetőség belülről vagy kívülről lépett. Ahogy ezt itt illik csinálni, én még pontosan nem tudom, de azon leszünk, hogy a dolog működjön is, hogy jó. Ez a pálya nem olyan, hogy csak úgy előzgetni lehessen, úgyhogy ez egy ilyen játék. Kotán Péter mintegy 300 lóerővel vesz részt ebben a játékban. A Hinteregger féle Ford Sierra Cosworth-szal 71-es rajtszámmal először Maruzsi Lászlót előzi a belső íven, rendkívül sportszerűen. Gál István autózik az első helyen a végre észhez tért Porsche-val. Zárja a belső ideális ívet a 94-es géppel, aztán kisodródik és a H-csoport összesítésében vezető Kotán Péter végül is elé kerül. A Porsche úgy látszik jól bírja az ugratókat. Az egyes divízió rajtfelállása. Noha 101-es Nissant vezető Dudás Gyulának, a bajnoki cím védőjének elég lenne a negyedik hely is, azért biztos, ami biztos, elsőnek jön el a rajtól. Mögötte Nagy Sándor a fehér Lancsával, aki sokszoros autocross bajnokként pártolt át a rallycrosshoz.
Úgy látszik, ez a domb nem csak a Porsche-nak és Gál Istvánnak, de Dudás Gyulának és a Nissannak is útban van. Dudás Gyula zárja az ideális hívet Nagy Sándor előtt. A harmadik helyen a korábbi bajnok Fodor György a bárányhimlős Toyotával. Változatlanul a Nissannal Dudás Gyula az élen. Az utolsó kanyar jön, és Nagy Sándor a belső ívre törekszik. Végül megnyeri az egyes divízió küzdelmétől a bajnok Dudás Gyula a második helyen is. A második divízió rajtsorrendje. Az egyes rajtkockából Baki József a raliból érkezett 11-es rajtszámú Mazdával startol. Mögötte 19-essel Palágyi József a fehér Ford Sierra Cosworth-szal. Változatlanul Baki József az élen, Palágyi József előtt. Hideg Krisztián a 8-as rajtszámú BMW-vel a harmadik, aztán a 23-assal Hubert István a Mazdával. Baki József a számára még új és ismeretlen Mazdával biztosan őrzi az első helyet, aztán szép sorban a többiek, legvégül Ranga László. Úgy tűnik, hogy a 2-es divízió döntőjében a rajt eldöntötte a végső helyezések sorsát, nincsenek különösebb előzések. Győz a legjobban startoló Baki József Mazdával, Palágyi József és Hideg Krisztián előtt. A H-csoport C döntője. Az első sorból Rácz László startol a Skodával. Vajon meg tudja tartani az első helyet Fejes Tamás és a Renault 5-össel szemben? Úgy tűnik, hogy igen, miközben a 77-es rajtszámú Skodával Abai László lapoz egyet, aztán végül egyenesbe hozza a gépet. Az élen egyre forróbb a helyzet. Megpróbáltam a Tamást megelőzni, és a bucka elkapta a bal első kerekemet, és utána a dombon felborultam. Tehát... Mit érez ilyenkor az ember, amikor az ég van alul és a föld fölül? Hát az első az, hogy elhagyjuk az autót. Meg a második, hogy még ment az autó. Azt jöttek oda a bírók vagy nézők, azt mutattam, hogy három tanítsák le, de nem tudták. Ezt akkor sérültem meg, amikor visszadöntöttek, mert már ki voltam csalatolva, és ahogy visszadöntöttek, ráestem a kezembe. De komolyabb baj nincs? Nincs, nincs. A C döntőt a Skodát kormányzó Rácz László nyerte, így feljutott a B döntő utolsó sorába. Innen viszont rajt célgyőzelemmel a hazai közönség előtt versenyző Horváth Ferenc került tovább a BMW-vel, a mindenki által talán túlságosan is várt A döntőbe. Íme a parád és rajt felállás. A H-csoport A döntője. Hozzávetőlegesen 1800 lóerő szabadul el a rajtlámpa zöld fényére. Gál István a Porsche-val ebben a szezonban először került a legjobbak közé, de nem sokáig autózhatott volna az élet. Nézzük meg még egyszer mindezt lassítva, hogy ki kinek is van útjában. Először egy váratlan body check. Aztán egy remek rajt, egy előzési kísérlet, aminek ez a vége. Ez untig elég ahhoz, hiszen erre a szabályok lehetőséget is adnak, hogy a sportbírók leintsék a versenyt és új rajtot rendeljenek el. Egyrészt szerencsésebb is lett volna az új start, másrészt elejét lehetett volna venni az efféle újabb karamboloknak. Kottán Péter az élen, aki a bajnoki címért hajt a 71-es rajtszámú Ford Sierra Cosworth-szal, mögötte az ugyancsak bajnoki címre pályázó Ferjánc Attila a fehér Lancia-ban. Ranga László, bár lejárt a Lancia motorja, nem adja fel a versenyt. Ranga, Kottán, Ferjánc. Vajon minek kell még történni, hogy a sportbírók leintsék a versenyt? A szokásosnál sokkal keményebb, sokkal túlfűtöttebb versenyt Kottán Péter nyerte Ferjánc Attila és Maruzsi László előtt. Hát összecsukódott a gép. Hát a kalamajkában
BMW-vel nekem jött a srác, aztán attól kezdve fölborult a harci rend. Hát eléggé fölborult a harci rend, szóval erre senki nem számított. Hát végül is a pálya csúszik, mindenkivel történt valami. Hogy mondod? Pálya csúszós volt, hát valami történt. Egyszer jobbról kaptam egy pofont, egyszer balról, aztán utána csak győztem összeszedni magam, hogy tudjak hiszkolni az előttem lévők után. A futam első kanyarjában le kellett volna inteni ezt a futamot, amikor a Gál baba megpördült, illetve hát összementünk. Ez egy abszolút túlfűtött verseny volt. Véleményed szerint van ennek értelme? Valószínűleg nincsen, de hát akkor abban a szituációban mindent nem tudsz mérlegelni, mert hát végül is azért autót kell vezetned, fönn kell maradnod a pályán, valamilyen helyezést is szeretnél elérni. Persze, hogy semmilyen értelme nincs ezeknek a dolgoknak, de hát ezt az ember utólag tudja már csak. Amikor megvártad a körbe menő versenyzőket, akkor mi motoszkált a fejedben? Milyen motivációid voltak? Az motoszkált bennem, nem motoszkált bennem semmi, hanem arra gondoltam, hogy a Péter szándékosan lökött meg. Szerintem, hát és ezért is nem indult el utána az autó, az egész kipufogó leszakadt, összeorpadt. Ott szerintem egy 40 kilométeres sebesség különbséggel érkezett az autó hátuljában, ami szerintem teljesen szándékos volt. Aztán ezután persze szándékosan én fel akartam őt tartani. Nem hiszem, hogy sok értelme van ennek. Se az első dolognak, se a másodiknak. Most egy picit átestünk a ló másik oldalára, egy kicsit keményebb volt egyes versenyzők részéről a küzdelem. Szóval én úgy érzem, hogy lehetett volna kicsit finomabb is, de a külföldön is, hogyha látjuk, ez benne van azért kint is. Szóval test-testelén a harc itt a rallycrossnak azért ez is valahol a csínya-bínya. Nem az van, hogy vigyázunk egymásra, arról van szó, akkor azért az autó kicsit meghorpad. Most sajnos van, amelyik most jobban meghorpad, de hát ez benne van, amikor 6 egyforma autó elstartol. Nagyon nehéz észnél lenni, főleg ezen a sáros pályán, hogy most ki kinek csúszik neki, és mindenki nyerni akar. Én ugyanannyira voltam kemény, mint amennyire ők, és hát én úgy érzem, hogy nem velem volt itt a probléma. Itt ott volt a hely. Ők nem zártak össze időben, egyértelmű volt, hogy össze akarnak zárni. Én befértem közéjük. Azt szeretném, hogyha ez a sportág tovább nőne, és nem pedig botrányokba fulladna, ami megakasztaná azt a munkát, amit Bendicsek József ebbe az évbe egy fantasztikusan kemény munkával elvégzett, és amiben azt hiszem, hogy többünknek, régi rallycrossosoknak érdeme van, hogy egyáltalán ennyi néző eljön, és ilyen érdekesek tudnak lenni a versenyen. A Rallycross országos bajnokság következő idén záró futamára október 16-án és 17-én Nyírádon kerül sor.